az egyetem és a város kapcsolatáról, és én ezt nem véletlenül mondom, mert ezt olvastam az önök programjából, a Bölcsészettudományi Kar két új vezetője, Sándor Klára dékán helyettes, és Gyenge Zoltán a dékán a bölcsész karon. Augusztus... Július elsejétől. Hát akkor már régen bejártak a székek. Miért tartották fontosnak a programjukban, amit többfele lehetett olvasni, hogy a város és az egyetem kapcsolata az egyre szorosabb legyen, és megtalálni azokat a felületeket, ahol ezt lehet szélesíteni, vagy izgalmasabbá tenni? Hát kezdjük talán azzal, hogy egy felmérés szerint Szeged a 10 legjobb egyetemi, európai egyetemi városban van. Ez egy olyan felmérés, amit az egyetemisták készítettek, illetve az ő véleményüket hallgatták meg. Ez azt jelenti, hogy Szegeden jó egyetemistának lenni, nem a Szegeden nyilvánvalóan nem csak azért jó egyetemistának lenni, mert jó az egyetem, hanem valószínűleg azért, mert a város is jó, amit mindannyian gondolom, hogy nap mint nap tapasztalunk. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ha ez így van, akkor ezt még inkább élővé kell tenni, még inkább be kell vonzani a Szeged, illetve a Szeged környéki lakosságot az egyetemre, és gyakorlatilag, mivel az egyetem és a város együtt lélegzik, együtt mozog, olyan programokat kell kitalálni, és ki kell kínálni, amelyek hát a szegedieket is érdeklik. Ez egyébként már egy éve elindult a Szabad Egyetem, a Bölcsész Szabad Egyetem révén, amelyre egyébként most is szeptember 15-ig még lehet jelentkezni, aminek az a lényege, hogy föl lehet venni olyan kurzusokat, amelyeket egyébként meghirdettünk a Bölcsészettudományi Karon, egészen az ókortudománytól, a filozófián, művészettörténeten át a nyelvészetig mondjuk. Ahogy ezt mondani szokták, mindez kortól nemtől függetlenül. Tehát olyanok is elsősorban. És előképzettségtől is függetlenül, tehát is természetesen fontos. Nem kell semmilyen diploma ahhoz, hogy valaki jelentkezzen ezekre a kurzusokra, és akik jártak az a korábbiakra, azok mind arról számolnak be, hogy nagyon nagy élmény egyáltalán újra egyetemistának lenni, akárhány évesen, vagy már egyetemistának lenni mondjuk a középiskolásoknak, hiszen középiskolások is jelentkezhetnek, és akkor megtapasztalhatják, hogy milyen lesz majd egyetemistának lenni. Akik voltak már egyetemisták, azok egy kicsit visszajöhetnek, akik soha nem voltak, azok megtapasztalhatják, hogy milyen az egyetemi lét, és nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon örülünk neki, de ahogy dékán úr mondta, még mindenkit várunk nagyon sok szeretettel, tehát vannak helyek. Nagyon fontos az, hogy itt a nappali tagozatosokkal együtt tanulnak. Ezt szerettem volna kérdezni. Tehát ez a lényege. Hogy mi a tapasztalatuk, hogy a nappali tagozatos hallgató, és az a korosabb úr vagy hölgy, aki beül a Szabad Egyetemnek a kurzusaira, szóval milyen viszonyba kerülnek egymással? Nyilván el tudom képzelni, az első nap még kellemesen méregetik egymást, de aztán idővel kialakul valamiféle kapcsolat köztük? Ez roppant érdekes, mert kezdetben egy picit féltünk is ettől, de aztán a tapasztalatok azt mutatták, hogy nagyon jól megtalálják egymással a hangot. Tehát itt olyan emberekről van szó, akik jönnek, akik általában diplomások, nyugdíjasok, illetve vannak természetesen olyanok is, akik még középiskolások, tehát elég nagy a szórás, de nagyon érdekes, akár még szociológiai szempontból is ez a közeg, hogy a néhány évtized korkülönbség az igenis áthidalható azzal, hogy szép lassan, igen, kezdetben méregették egymást, aztán elkezdtek beszélgetni, majd egészen érdekes diskurzusok is kialakultak mindebből. Bálint Sándor. Ról nevezték a Szabad Egyetemet. Azt gondolom, hogy a legszögedibb Szegeditől talán nem is lehetett volna jobbat találni. Az ő szellemisége áturalhatja ezt a dolgot? Vagy azt reméljük. Tehát nyilvánvalóan nem véletlenül választottuk Bálint Sándort a program névadójaként. Azt gondolom, hogy a szegediek nagyon sokat tudnak Bálint Sándorról, méltán tudnak nagyon sokat, hiszen Szeged város történetét, Alsó város történetét, a szegedi szótárt és így tovább nagyon sokan ismerjük. Azok is, akik tanultak róla, és talán azok is, akik nem, hiszen nap mint nap lehet olvasni ilyen-olyan Bálint Sándor emléküléseken és szoboravatásokon, és így tovább, és még egyszer mondom, méltán. Hiszen az egész életét a Szeged Egyetem. Igen, és szimbolikusan összeköti a bölcsészkart és Szeged városát, hiszen a
hiszen a munkássága, a munkásságának egy elég jelentős része kifejezetten Szegedre irányul, másrészt egész életét nem csak Szegeden, hanem a bölcsészkaron töltötte, tehát ezen a karon tanult, ennek a karnak volt a tanára, itt végezte a tudományos munkáját, és ráadásul olyan stílusban írt, én mindenkinek ajánlom a műveit, olyan stílusban írt, amit követnünk illene, hogy a tudományos munkáit is közérthetően és értelmezhetően, jól értelmezhetően írta meg. Nekünk ugyanez a célunk, és nem csak a Szabad Egyetem lesz ez a program, hanem lesz a Magyar Könyvkiadók Napja, erről dékán úr bővebben tud beszélni, mert ennek ő az ötletgazdája. Lesz egy Audmax esték, az valamikor majd februárban tervezzük, tehát a következő szemeszterben tervezzük. Ennek az lesz a lényege, hogy kifejezetten tudomány népszerűsítő előadások lesznek a hétnek ugyanazon a napján, ugyanabban az időben, de ez nem nappali kurzus, hanem a legfrissebb tudományos eredményeket, amelyek a karon születnek, nagyon népszerű formában, nagyon érdekesen adjuk majd elő, és az egésznek a végén, pedig az év végén, május elején, pedig egy bölcsészfesztivált rendezünk, ahol mindent bemutatunk, amit abban az évben elértünk, kulturális eredményeket, tudományos eredményeket, a hallgatók bemutatkozhatnak, és természetesen mindennek, amit most elmondtam, az a célja, itt mindenhol nagyon szívesen és nagy örömmel várjuk a város polgárait és a Szeged környékének a polgárait, mert hogy mindezekkel a rendezvényekkel az a cél, amivel kezdtünk, hogy sokkal szorosabbá tenni a város és a kar kapcsolatát, a befogadó város és a hálás kar kapcsolatát, mint amilyen eddig volt. Ha már tanárnő fölvezette a könyvkiadók napját. Igen. Az ember azt tudja, olvassa, látja, hallja, hogy a könyvkiadóknak nem igen ünnepi napok azok a, vagy inkább hónapok, évek, amelyekben élnek. A népszerűsítés, a könyv szeretetének a népszerűsítése, az olvasás szeretetének népszerűsítése. Mi lehet egy ilyen napnak az üzenete? Hát, hogyha megnézzük, akkor ezen az egyetemen van néhány ezer egyetemista, a bölcsészkaron is van néhány ezer egyetemista. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos olvasó tábor lehet a könyveket illetően. Ezért gondoltuk azt, hogy október 4-én, tehát ez is nem sokára elkövetkezik, megrendezzük a Magyar Könyvkiadók Napját. Én úgy gondolom, hogy a könyvhét is azért mégiscsak egy ünnep. Tehát mégiscsak kimennek az emberek, lehet, hogy kevesebb könyvet vesznek, mert drágább, de azért mégiscsak vesznek, mégiscsak ott vannak, megfogják a könyveket, azért tömegek mozognak Budapesten is, Szegeden is, máshol is, tehát többen mennek ki és érdeklődnek a könyv iránt, mint egyébként. Mi ezt megpróbáljuk egy napba összezsúfolni, de úgy, hogy mi nem minden kiadónak adunk lehetőséget, hanem csak is a legjobb kiadókat próbáltuk meghívni. Így a magvetőtől... Egyébként a szépirodalomtól a tudomány, igen, csak igen, de döntően, igen, a szépirodalomtól a tudomány, de döntően szépirodalom. Tehát olyan, tehát a magvető az kifejezetten egy szépirodalmi könyvkiadó, de például a Kaligram az ad ki társadalomtudományi jellegű könyveket, a Tipotech szintén ad ki művészeti, társadalomtudományi, sőt matematikai könyveket is. Tehát nagyon sok kiadó eljön, örömmel elfogadták ezt a meghívást, meglepődtek, hogy ilyen van, valaki kitalálta ezt, de örömmel jönnek. Nagyon sok író-olvasó találkozó lesz, igen komoly írókat sikerült megnyerni, hol hogy eljöjjenek. Helyileg a bölcsészkaron lesz, ott kinyitjuk a bölcsészkart, annak az alsó szintjén lesz, jó idő esetén még az udvaron is, tehát ez árusítás is lesz, író-olvasó találkozó szerkesztőkkel lehet, kerekasszal beszélgetések lesznek, tehát ezt az egészet egy picit ilyen ünnepi jellegűvé próbáljuk tenni, egy napba belesűrítve, de szerintem a programok olyanok, hogy nagyon érdemes lesz részt venni rajta. Végül mind a mellett, hogy a hivatali pozícióit most rengeteg időt gondolom, és energiát is elvesz önöktől, azért a tanszéken az óráik, a hallgatóik megmaradtak. Megmaradtak, és szerencsés módon a bölcsészettudományi kar hozta ugyanazt a szintet a hallgatói jelentkezés szempontjából, mint tavaly. És ugye az volt a kérdés, hogy tanítunk-e? Így próbáltam. Azt hiszem, hogy én talán mindkettőnk nevében mondhatom, hogy ha valami feltölt abban a egyébként nagyon szívesen végzett, de nagyon sok munkában,
amit az előbb említett hivatali funkció jelent, ha valami feltölt, akkor az az, hogy tanítunk. Tehát megmaradt az az óraszámon, kicsit több óraszám, mint amit kellene tanítanunk, de ezt mi vállaljuk. Tehát nagyon fontos az, hogy erről soha nem mondunk le, nem szívesen. De ugyanakkor a hallgatók is megmaradtak szerencsére, úgyhogy a találkozás megmaradt. Közös örömére gondolom. A tanévhez is, meg az új beosztásokhoz is, munkához is. Örömet, sikert, meg sok-sok energiát kívánok Önöknek, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ide hozzá. Köszönjük szépen a lehetőséget. Az egyetem és a város új kapcsolatába is beavattak bennünket. Köszönjük szépen. No, akkor